Egy történelmi korrajz, egy irodalmi riport, amelyben hétköznapi emberek kapnak szót. Mesél a juhász, a szikvizes, a bakter, vagy éppen a sírásó. Az ő történeteiken keresztül kapunk átfogó képet a rendszerváltás óta eltelt 25 évről. Ezekből a hétköznapi sorsokból állt össze Csúri Ákos legújabb könyve, Honfoglalók albérletben. Élmény volt, hiszen az a kor, amiről beszél, az a 25 évvel ezelőtti Magyarország, az az időszak volt, amikor én elkezdtem a felnőtt koromat. Tehát részben engem is visszavitt a saját fiatalabb koromba, másrészt pedig visszavitt abba a világba, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak valami egészen semmihez sem fogható élményt adott. És azt, hogy ebben az 500 oldalban ezeket a történeteket lehetett megint elolvasni, és ugyanúgy az emberek szemszögéből, mint ahogy mi is megértük annak idején ezeket a napokat, azt hiszem, hogy ez tényleg egy hatalmas élmény. Örülök, hogy részt vettem ezen a könyvbemutatón. Ákos már nagyon régóta ismerem, és ezt a nővajt is nagyon kedvelem, és ahogy hallottuk a beszélgetésből, sajnos az elmúlt 20-30 évben gyakorlatilag feledésbe ment, és az előző időszakban is, ami értéket hozott, az inkább valóban egy ilyen szociográfiai irodalom volt, nem pedig egy mély és széles rétegű, mind szociológiai szempontból, mind pedig irodalmi szempontból beszélgetéseken alapuló kordokumentum. Nem a hivatalos MTI fotók voltak abból a korban, hanem amiket ti csináltatok. Tehát részben hogy kerültek bele a népdalok, másrészt pedig mi a története ezeknek a fotóknak, amik teljesen tőletek jönnek? A népdalok, hogy miért kerültek bele, az borzasztóan egyszerű. Amikor az ember írásra vetemedik, akkor belegondol, hogy írt mondjuk Bulgakov egy Mester és Margaritát, és akkor én Csúri Ákos a Bakator utcában most miért is ülök le az írógéphez, tehát ő nyert. De van egy szó összetétel, amit én éjszaka megálmodtam és kitaláltam, akköré kanyarítok valami történetet, tehát ez az enyém, ez az megpróbálom, megírom. De amikor a népdalokban három vagy négy sorba az egész élet születéstől halálig össze van gyönyörűen foglalva, úgyhogy esélyed nincs megverni. Tehát az ismeretlen népköltészet az mindent visz ebből a szempontból. Én azt gondoltam, hogy én ezt nem magyaráznám túl. Tehát ezek a mottók, ezek a népdal szövegek, ezek adják az egész fejezetnek a mottóját. Abban benne van minden, amit utána megtalált emberekkel, szituációkat, történetekkel próbálok egy kicsikét kibontani, vagy kicsikét életszerűbbé tenni. Nagyon tetszett nekem a bemutató, a felvezető is, az egész, hogy összeállt ez az egész. Biztos, hogy el fogom olvasni a könyvet, ugyanis érdekesen találom, hogy többfajta szemszögből, többfajta ember szemszögéből olvashatjuk ezt a 25 év eltelt rendszerváltozás óta eltelt 25 évet. Az első nagy tapasztalatom az volt, hogy édesapám után itt hallottam először, hogy nem volt igazán rendszerváltás. Egyébként nagyon sok személyes, tehát az, hogy személyes élményeket írt meg az író, az nekem nagyon tetszett. Nem olvastam még a könyvet, de hát el fogom olvasni ezek után. Szerintem egy nagyon jó műfaj ez. Thank you.
92-93-ban én kezdtem érezni, hogy ha én ezt nem írom meg, akkor soha senki nem fogja megírni. És ugye itt vannak ezek a kazetták, most bárki megírhatja az emlékeit a rendszerváltásról, csak nekem vannak hozzá hangok. Meg vannak hozzá szituációk, meg az én vékonyka baritonom is, a hallatszódik rajta. Tehát ezek egy húsvér szituációk voltak, én tényleg ott voltam, tényleg trappoltunk a birkák után, vagy beszélgettünk a Cserepesori piacon a Mikádi úrral, vagy éppen ott elemezték nekünk, hogy miért jó az, hogyha Algyő leválik Szegedről. Tehát ezek mind-mind megvannak, vagy az erdélyi felvételek, ez nyilván másnak nincs meg. Ákost 1992 óta ismerem, ahol a Nemzeti Színházból, ahol ő dramaturg volt, én pedig pályakezdő színész, és igazából annak örültem a legjobb, hogy nem változott semmit. Tehát ugyanaz az igazságkereső ember, aki volt. Gondoltam, hogy Ákos ilyen mélyen gondolkodó ember, és érzelmileg rendkívül gazdag, és a könyvében is volt már módon bele pillantani. Nagyon gyorsan el fogom olvasni, hogyha lesz szabad időm, az biztos. Minden ajánlanám azoknak, akik, mint ahogy én is tettem, végigérték ezt az időszakot, hiszen vissza lehet megint hozni azokat az emlékeket, azt a hangulatot. És ajánlanám azoknak, akik ezután születtek, akiknek ez az egész már csak történelem, akiknek az az írógép, vagy az a szikvízes üveg, ami ott volt a színpadon, már csak egy olyan furcsa tárgy, amit valahol képeken vagy múzeumban láttak, de soha nem használtak. Én azt hiszem, hogy mind a két csoportnak mást nyújt ez a könyv, de mind a két csoportnak nagyon nagy élményt nyújt.